Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, ezt a szent misét Tegzes Lászlóné, született Fejős Anna lelki üdvért ajánlom fel. És ez a vasárnap egyben a búcsú ünnepe templomunknak, a falunak, fő ünnepe, mondhatjuk azt, mert a búcsú ünnepe egy fő ünnep. És attól fő ünnep, és a nevében is benne van, hogy búcsú, mert teljes búcsúban lehet ezen a napon részesülni, a Szentatya szándékára kell imádkozni, és akkor elnyerhetjük a teljes búcsút, és legalább egy hónapon belül kellett Szent Jónáshoz járulni. Ezek a feltételei. És mielőtt Isten igéjét meghallgatjuk, és az ő áldozatában részt veszünk, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, minden korszertőhez szükányára, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek. Thank you.
Istenünk, te megerősítetted Nepomuki Szent János áldozó papot, hogy az egyház jogait életárán is védelmezze. Példájára és közbenjárására add, hogy mi is helytálljunk a jog és az igazság védelmében, és vele együtt szentjeid sorába jussunk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Pál és Barnabás útra kelt Derbébe. Ebben a városban is hirdették az evangéliumot, sok tanítványt szereztek, majd visszafordultak Lisztrába, Ikóniumba és Antiókhiába. Erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, bátorították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok szorongattatás közepette kell bejutnunk Isten országába. Az egyházak élére kézrátétellel előjárókat rendeltek, és imádkozva, bőjtölve, az Úr oltalmába ajánlották őket, akiben hittek. Áthaladva Pizidián Pamfiliába jutottak, majd azután, hogy Pergében hirdették az Isten szavát, lementek Attáliába. Innét Antiókhiába hajóztak, ahonnan annak idején elindultak. Isten kegyelmébe ajánlva, hogy teljesítsék azt a feladatot, amelyre elküldték őket. Mihelyt megérkeztek, összehívták az egyházat, elbeszélték, mi mindent tett az Isten általuk, és hogy a pogányok előtt is kitárta a hit kapuját. Ez az Isten igéje. Szent Lecke a jelenések könyvéből. Én János új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúlt, és a tenger sem volt többé. Akkor láttam, hogy a Szent Város, az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől. Szép volt, mint a vőlegénynek fölékesített menyasszony. Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy harsány hang. Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között. Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem vesződtség, mert a régi világ elmúlt. Akkor a trónon ülő megszólalt. Íme, újjá alkotok mindent. Ez az Isten igéje. Thank you.
Az Úr legyen veletek! És Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett. Most dicsőül meg az emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt, hamarosan megdicsőíti. Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják meg majd mindannyian, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az első olvasmány folytatja Szent Pál apostol első missziós útjának az elbeszélését, és ez az út Kis-Ázsiába vezetett, ami a mai Törökországnak a keleti vidéke. És amit Pál apostol Barnabással együtt ezen az úton tett, lényegében megegyezik azzal, amit az egyház ma is tesz. Erőt öntenek a tanítványokba, buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemenniük Isten országába. És Jézus Krisztus sem titkolta a tanítványok elől, hogy Isten országába viszont tagságokon át kell bejutnunk. De ennek nem szabad, hogy elvegye a kedvünket, nem szabad, hogy ez elkedvetlenítsen bennünket. Habár az egyház nem hárítja el minden esetben a viszont tagságokat, különösen az erőszakkal szemben tehetetlen, mert nem alkalmazhat erőszakot, ezért az egyház nem feledkezik meg a híveiről. És ennek a gondolkodásnak jeleként értelmezhetőek azok a dolgok, amikor a pápa utazik és béke törekvéseit kimondja, utazik a világban, vagy a püspökök nyilatkozatai, a Birma körutai, mikor a hívei között akar lenni. És a jelen viszontagságok között is biztosítani akar bennünket, akarnak bennünket a támogatásukról, erőt akarnak önteni belénk, és buzdítani akarnak minket. És ennek a gondoskodásnak a jelei az egyház közösségek élére kinevezett lelkipásztorok, és akik az új szövetségi időkben presbitereknek neveztek, ugye ez egy görög szóból ered, és egy öreget, egy időset, egy elöljárót jelent. És a lelki pásztor, a plébános, a káplán feladata is, hogy a viszonttagságok közepette is erősítsék és buzdítsák a rájuk bízott híveket. Imájukkal, szavukkal, mindenek előtt életük jó példájával. De hivatása ez minden megkeresztelt hívőnek is, a keresztség és az általános papság alapján. És ahogy itt az egyház kezdett kibontakozni a kezdet kezdetén, ahogy kellettek a tanítványok mellé még papok, mondhatjuk azt mai szóval, szükség volt arra rájuk, így eljutunk azokhoz a korokhoz is, amikor már kialakult az egyház története, kialakult az egyház kora, kialakult a liturgia, kialakult az egyházjog, már minden, és eljutunk a templom védő szentjéhez, Nepomuki Szent Jánoshoz, aki egy olyan szent volt,
aki életét adta Krisztusért, és ahogy nem lehet erőszakkal, az erőszakkal szemben tehetetlen az ember, az egyház nem tehet mást, ő is életét adta, mert szeretettel volt ugye a királyhoz, nem árulta el a gyónásnak a titkát, és ezért ugye tudjuk, hogy milyen brutalitással kivégezték, a folyóba dobták. És az ősök megépítik ezt a templomot. Templomot építenek ennek a szentnek a tiszteletére, példaként állítják a hívek elé. És a mai napon ugye milyen jó ünnepelni és együtt lenni, ugye az ünnephez hozzá tartozik a vásár is, a falunak ez egy még régebbi korokban nagyobb értelme és értéke volt, de pont azért tették ezt, mert tudják, hogy ez a szent közben jár értük, közben jár az ő kéréseikért. Aztán, ahogy olvastuk az evangéliumban, Jánosnál ő nem beszéli el Jézusnak a mennybe menetelét. És a negyedik evangélium Jézus Krisztus felmagasztalásában a keresztjében látja a megdicsőülést. És ezért érthető, hogy Jézus az ő kereszt halála előtt búcsúzik a tanítványaitól. Jézusnak ezt a búcsú beszédet Szent János elég részletesen leírja. És ugye érdekes mai vasárnapnak, a három olvasmánynak az összefüggése, az első olvasmány már Krisztus mennybe menetele után játszódik, a második olvasmány az pedig a jelenési könyvéből vett, már a jövőbe mutat, és az evangélium pedig visszavisz minket oda az utolsó vacsora termébe. És amikor az áruló Júdás, akit a negyedik evangélium többször említ, és tolvajnak nevez, elhagyja az utolsó vacsora termét. És Jézus ezokkal a szavakkal kezdi a beszédét, hogy most dicsőül meg az emberfia, és az Isten is megdicsőül benne. És ennek a megdicsőülésnek a feltétele a gonosz távozása. Ugye János evangélista más szemszögből állítja be Krisztust, tehát ugye van a három szinoptikus evangélista, ők már másodgenerációsok úgymond, de János még az első generációs tanítvány, aki közvetlen ismerte Krisztust, és az alapján írja az evangéliumát, míg az első három, Máté, Márk, Lukács, ők ugye már hallomás alapján és a tanításokból jegyzik le az evangéliumot. És nem véletlen írja ezt János, amit ír, hogy a sötétség és a világosságot elkülöníti. El kell különülnie. Tehát Isten országa és a gonosz birodalma nem állhat fent egymás mellett. Ahogyan az énekből is ismerjük azt, és a tanításból is, hogy az élet ura meghalt lelkünkre, a sátánnak országa most dőlt le, vagy Lukács evangéliumából tudjuk, hogy láttam a sátánt, mint villám bukott le az égből. És ez a megdicsőülés az ember fia és Isten megdicsőülése Jézus Krisztusban. Jézus Krisztus kereszt halálával hamarosan bekövetkezik. És ebben a kereszt halálban ugyancsak a megaláztatást látjuk, de hitünk titka éppen abban van, hogy ebben a megaláztatásban titokzatos, de valóságos módon el van rejtve Jézus Krisztus és a mi feltámadásunk, a mi életünk és a mi megdicsőülésünk. És mikor újra rátekintünk a mai szentünkre, Nepomuki Szent Jánosra, ő ezt mind megértette és magáévá tudta tenni, és el tudta fogadni az egyház tanítását, életét tudta érte adni Jézus Krisztusért. Jó ezekre a szentekre tekintenünk, jó az ő életük példáját követnünk. Nem kér mindenkitől az jó Isten ilyen tanúságtételt, de akitől kéri, az merje bátran vállalni Krisztusért akár a vértanúságot. És ugye Jézus Krisztus még a mai evangéliumban azt is mondja, hogy
Jézus parancsba adja a szeretetet. Hát hogyan lehet a szeretetet parancsba adni? Hogyan lehet parancs alapján szeretni? Ha kételjünk támadnak ez iránt, hogy hogyan kell szeretnünk, Jézus Krisztus világosan megmondja, úgy, mint ahogyan én szeretlek titeket. Hát azért ez a válasz se tud minket igazán kielégíteni. Hát Jézus Krisztus egy isteni személy, persze, hogy olyan könnyen tud minket szeretni. De mi hogy tudunk minden nap szeretni? Hadd mondjak el egy példát, tegnap történt velem például a szeretetről. Egy egyszerű dolog, a plébánia udvarába beállt 3 autó, és nem tudtam kiállni, pedig sürgős lett volna. Hát nem szeretettel gondoltam azokra, akik miatt nem tudtam kiállni, például. Pedig kiállhattam volna már jó előre, tudtam, hogy ott lesznek és jönnek, de mégis dühös voltam magamra, meg arra, hogy hirtelen ott lett az az 5-6 autó, de 3 útba volt, abból 2 kisbusz. Hát nem szeretettel gondoltam rájuk. Aztán már az is eszembe jutott persze utána, hogy hát ezt az evangéliumot olvastam, aztán újra elolvastam tegnap. Hát itt van, Uram, nézd meg, én most nem tudtam szeretettel lenni mások iránt, még ha csak gondolatban is, de nem szerettem igazán. Küzdeni kell érte, és küzdünk nap, mint nap. Nagyon apró dolgok, ki akarnak minket mozdítani ebből a csodálatos nagy szeretetből, amit Krisztus kínál nekünk, és a gonosz lélek azért munkálkodik, hol így, hol úgy, próbálkozik mindenkivel. Velem is próbálkozik. Aztán majdnem sikerült is neki, hogy nagyon dühös legyek. Tehát minden nap valahogy Krisztus azt várja tőlünk, hogy próbáljunk szeretni. Erre kell nevelni magunkat. És Jézus Krisztus nem rettent meg az áldozattól sem, hanem kereszt halálával mutatta meg az irántunk való szeretetét. És ez a szeretet választja tehát el a sötétséget a világosságtól, és ez rombolja le a sátán hatalmát, és kényszeríti távozásra a kárhozat fiát. És ebben dicsül meg az Isten és az ember fia. Ez a szeretet lesz Krisztus tanítványainak. És nekünk, ha tanítványai akarunk lenni és maradni, ez lesz az ismertető jelünk. Akárhogy is vannak, akárhogy is telnek a napjaink, tehát a szeretet parancsa ott kell, hogy legyen a szívünkben. Nem véletlen használja sokszor az egyház és mondja, hogy a szeretet az a legfontosabb és legelső. Tehát ezért hittanórán, ha gyerekektől is megkérdezzük, mondjon valamit, akkor vagy mondja Jézus, a másik dolog meg a szeretet. Ugye azt mindjárt tudják mondani, hogy minden válaszra ez mindennek a válasza. De valahogy a gyermeki lélek meg is érzi azt, hogy igen, Jézus mindennek a válasza és az ő szeretete. Csak mégsem abban az értelemben néha, ahogy gondoljuk. Jó Isten adjon áldott szép ünnepet mindannyiuknak, és imádkozzanak sokszor, forduljanak Nepomuki Szent Jánoshoz, hogy segítsen a küzdelemben, aki életét merte áldozni Krisztusért, és hűséges tudott maradni a mennyei atyához. Amen. Valljuk meg hitünket, hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
kény halálot szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint. Fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Könyörögjünk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki általunk akarja megmutatni szeretetét a világnak. Alakítsd szívünket szent szíved szerint, és töltsd el szeretettel embertársaink iránt. Segítsd egyházadat, hogy hangos szóval hirdesse a szeretet evangéliumát, és hősies áldozatvállalással tanúságot is tegyen róla. Add, hogy a keresztény népek példájából ismerje meg a világ a szeretet átalakító erejét. Nyisd meg szemünket, hogy a segítségre szoruló emberekben téged lássunk, és nekik róljuk le a tevékeny szeretet adóját, amellyel te neked tartozunk. Tégy minket jóságod alkalmas eszközévé, amikor embertársainkról gondoskodni akarsz. Urunk Jézus Krisztus, te elhívtad a gazdag ifjút, hogy mindenéről lemondva téged kövessen. Add, hogy legyenek olyanok, akik lemondva a múlandó földi örömökről, követnek téged a papi és szerzetesi hivatásban. Urunk, add meg a békét a világnak, és add, hogy megszűnjék a háborúság a világban. Hallgass meg, Urunk! Urunk Jézus Krisztus, te megdicsőítetted mennyei atyádat szeretetből vállalt áldozatoddal. Add, hogy közös áldozat bemutatásunkból erőt merítve folytassuk tovább szereteted művét a világon, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban megvalósul, isteni életed részeseivé tettél minket. Add kérünk, hogy az így megismert igazságot méltó élettel meg is valósítsuk. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány, mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újra éled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Kérünk tehát, jóságos atyánk, fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a tiszta és szent áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked, tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal, Ferenc pápánkkal, László főpásztorunkkal, és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál András, Jakab János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan Máté, Simon és Tádi apostolaidról, Linus, Klétus, Kelemens, Sixtus, Kornél, Ciprián, Lőrinc, Krizogónusz, János és Pál, Kozma és Damján, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre ad, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogad megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáitól és házad egész népétől,
irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottjait körébe. Áld meg, Istenünk, bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Megemlékezzünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta és szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséged színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról, fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, Anna szolgálódról, és azokról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is, bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, Ignáccal, Sándorral, Marcelinnel, Péterrel, Felicitásszal, Perpétuával, Ágotával, Lúciával, Ágnessel, Cecíliával, Anasztáziával és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmatból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nekünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára,
és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy halljék a bejel, hanem csak egy szóval, és
áldott szép ünneplést kívánok, és áldott szép vasárnapot mindannyiunknak, és most fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! A mi Istenünk, a menny és föld Ura, aki a templom búcsújának ünnepén egybegyűjtött benneteket, árassza reátok bőséges áldását a mennyből. Amen. Adja meg nektek, hogy ki, ti és az ő temploma és a Szentlélek hajléka legyetek, mert úgy akarta, hogy szétszóródott gyermekei egy szülött fiában forjanak egyé. Amen. Engedje, hogy a megtisztult szív örömével hordozzátok a bennetek lakó Istent, és örökségül elnyerjétek az összes szentekkel együtt a mennyei boldogságot. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hálája.